Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ez egy szerelmi jóslás. Liebe, Lust und Leidenschaft. Így hívom németül ezt a jóslást, és úgy szoktam mondani LLL. Tehát Liebe, Lust und Leidenschaft. Magyarul úgy mondanám, szerelem, vágy, szenvedély, vagy szerelmek, vágyak, szenvedélyek. Itt egy szerelmi jóslásról és a szenvedélyekről van szó. Itt bal oldalon láthatóak a te kártyáid, veled szemben van a társad. Itt, ezen a képen látható egy feldíszített bokor. Olyan, mint egy karácsonyfa. Te ott állsz előtte, figyeled, valahogy tetszik neked ez a feldíszített bokor, de ezek az arany érmék másokhoz tartoznak. Tehát te odafigyelsz arra, hogy mások hogy viselkednek, milyen a kisugárzásuk, milyen a fellépésük, valahogy csodálod ezeket az embereket a környezetedben. És úgy érzed, vagy úgy gondolod, hogy jobbak, mint te. De egyet nem veszel észre, hogy előtted itt a földön van ez az arany érem, ami a tiéd. Sőt, az is lehet, te jobb vagy, mint mások. Vedd észre ezt. Hajolj le. Emeld fel. Nézd meg. És vedd birtokodba, légy biztos abban, hogy te is értékes vagy. Ne hasonlítsd össze magadat másokkal, mert így hibázol. Vedd észre azt, hogy te vagy itt a királynő, és uralkodsz a tűz eleme felett. Jelenti a bátorságodat, a lelkesedésedet, sőt, ha így ennél a jóslásnál tartunk, akkor jelenti a szenvedélyeket is. Azon kívül vedd kezedbe ezt a kardot, és vágd el ezeket az eseményeket, vagy ezeket a gondolatokat. Ez a kard jelent komoly és fontos döntéseket is, hiszen te szeretnél vele tisztázni valamit. Itt lesznek beszélgetések. Ez a lovas hintó előre megy. Igaz, a fekete ló még fékezi az eseményeket, ha félelmek vannak, de mégis látható a mozgás. Itt ezen a képen egy férfi van, de úgy érzem ennél a jóslásnál, hogy ebben az esetben te irányítod ezt a hintót, te irányítod az eseményeket. És mi van vele? Megnézzük az ő kártyáit, ő szerelmes beléd, és ennek tudatában van. Itt a kelyhek jelentik az érzelmeket, az övét is, de még vannak korlátozások. Lehet, hogy benne van egy bizonyos helyzetben, amikor ezt nem tudja kimutatni. Ez a korlátozás lehet az is, hogy vannak nála félelmek vagy bizonytalanságok. De átteszi ezen magát, hiszen szeret téged, azon kívül megjelenik ő itt, mint egy király, te, mint egy királynő, tehát passzoltok egymáshoz, nálad szenvedélyekről van szó, nála pedig érzelmekről van szó. Lehet, hogy kicsit olyan érzékeny, visszahúzódó, bizonytalan, de itt a szerelem, és ezt ki fogja mutatni. Érezteti veled, hogy ő szeret téged. Te ott állsz előtte, mint egy uralkodó nő. Az is lehet, hogy olyan bizonytalan nem mer megérinteni téged, hiszen nagyon-nagyon csodál. Te vagy itt az uralkodó nő az ő szemében. Az a fontos, hogy te irányítsd jelenleg a dolgokat, hiszen te vagy itt bátor, te leszel itt aktív. Te hozol itt komoly döntéseket. De ügyelj arra,
hogy ne hasonlítsd össze magadat másokkal. Ez egy általános jóslás volt, de mint mindig kérheted, mint egy személyes jóslás. A díjam a jóslásoknál mindig 4000 forint, ha asztrológiát kérsz hozzá, akkor 10000 forint. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.